Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. ezután néhány érdekességet mutatnék meg a pszichológia világából. Néhány cikket találtam a női agresszióval kapcsolatban, ezt érintettük már. Valamelyik élőadás során a Yahoo! útja weboldalon azonban gondoltam, hogy talán egy kicsit több időt is rá lehetne szánni erre, mielőtt neki megyünk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Közben gondolkodtam, hogy hogyan is lehetne bevezetni ezt a videót, eszembe jutott a karakter Poison Ivy, vagy Méreg magyarul, aki a DC Comics-ban egy karakter, és Batmanből ismerős lehet. Ha jól emlékszem, akkor a Batman és Robin című filmben szerepelt, még abban, amelyikben Arnold Schwarzenegger is, és Uma Thurman alakította ezt a hölgyet, aki egyébként, mármint ami a képregényt illeti, egy botanikus, professzor, tudós, Genius gyakorlatilag, aki megszállott környezetvédő és a saját DNS-ét kombinálja mindenféle növényekével, így képes a feromonok segítségével azokat irányítani, és nem csak a növényeket, hanem az embereket is. Mindemellett még a saját véréből származó toxinokat vagy egyéb mérgező anyagokat szintén fel tudja használni annak érdekében, vagy elkövesse a különböző bűncselekményeket. Ezzel hát nem arra akarok utalni, hogy minden nő ilyen, de a videó végére azt hiszem, hogy össze fog állni a kép mindenkinek, hogy miért is ezzel kezdtem. Amit szeretnék mondani, az az, amit valószínűleg aki eléggé idős, tisztában van és ismer, legalábbis ezt a jelenséget, hogy milyen az, amikor az ember szembe találja magát egy nővel, aki ilyen vagy olyan vélt vagy valós. Okoknál fogva, de sértve érzi magát. Még azt szintén hozzá szeretném tenni, hogy mindezek cikkek, amiket én felolvasok, pszichológiai kutatások, az én véleményemet hozzáteszem, de bárki utána nézhet ennek. Én csak azt sem szeretném mondani, hogy minden nő ilyen, vagy minden férfi olyan, ugyanis ez nem igaz. Általánosságokról van szó, természetes, hogy vannak kivételek, de a kivételekről. Különösleges beszélni az általános dolgokat érdemes mindenkinek megragadni, mert még akkor is, ha ő magára az esetleg nem jellemző, de jó, ha tisztában van azzal, hogy valamennyi mindenképpen van ő benne is ebből hisz, ez általános. Azért általános, mert ez mindenkire jellemző, az adott populációban ilyen. Vagy, vagy, olyan mértékben. Nagyszerűen illik ide az idézet példabeszédek 18-as fejezetből, amit szintén úgy hiszem, hogy mindenki jól ismer, ez pedig a következő, mind a halál, mind az élet, a nyelv hatalmában van. És Kiki -ki szeret azzal élni, eszi annak gyümölcsét. Hogy mennyire a nyelv veszélyes fegyver Jakab aztán már később még levelében figyelmeztet arra, hogy mert minnyáján sokképpen védkezünk, és ha valaki beszédben nem védkezik, az az ember az tökéletes. Teljes úgy érti, hogy érett korú, felnőtt az az ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Úgy érti, hogy képes, hogy hatalma van, erős, dünatosz, lehetséges, rendelkezik ezzel a képességgel. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Mint ahogy a nyelv is apró, a zabla is apró, ám az egész nagy állatot képes irányítani, úgy van ezzel a nyelv is irányítja az ember sorsát. Íme a hajók is, ha Na, mély nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akar. Ezenképpen a nyelv is egy kicsin tag, és nagy dolgokkal hánya magát, íme csekétűz tűz mi nagy erdőt felgyújt. Ez a hánya magát, ez nagyot mond, vagy dicsekszik, büszkélkedik, a nyelv is tűz folytatja a gonoszságnak összessége úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, lángba borítja életfolyását, és maga is lángba borítatván Gehennától. De nézzük meg az első cikket, ez Gáti Bence 2015-ös írása. A női agresszió és pszichopátia. Ez a cikk egyébként a Psychology Today című megjelenése után keletkezett, ami itt található, ez psychologytoday.com, weboldal 2015. augusztus 10. És ez egyfajta uti a női pszichopatához, legalábbis ez a címe. Az alcíme pedig az, hogy és hogy miért olyan ritkán találkozunk ezzel, vagy vesszük észre. Rögtön az elején megállapítja azt, hogy a női pszichopata az nem ritkább, mint a férfi, csak kevésbé vesszük észre, illetve számítunk rá, ugyanis társadalmilag, nem vagyunk úgy kondicionálva, hogy felfedezzük ezt, vagy egyáltalán feltételezzük egy nőről ezt. Mindemellett 2003-ban Warren azt talált az ő kutatásában, hogy nők esetében 17%-a a börtönpopulációnak pszichopatának minősíthető, amely jelentősen alacsonyabb, mint a férfiak esetében. Csonkítás különböző formái manipuláció, illetve verbális agresszió. Ez az öncsankítás nem úgy értem, hogy levágja a karját, hanem bármilyen saját maga ellen irányuló kártétel. Ez például a vagdosása saját magának, és az ehhez hasonló. Egy 1996-os tanulmány, ez itt Krik és Grot Peter nevéhez fűződik, azt találta, hogy a nők másként fejezik ki az agressziót, mint a férfi társaik. Ez úgynevezett burkolt agresszió, vagy Kapcsolati agresszió más néven. Ez általában a célszemélyi kapcsolataira irányul, illetve a társadalmi státuszának a rombolására. Ez manipulatívabb, illetve kevésbé észrevehető, mint ahogyan a férfi kifejezi az agressziót, ez általában ugye fizikális, legalábbis amennyire mi ismerjük. Ettől függetlenül a végeredmény az hasonlóképpen pusztító lehet, mint ahogyan a férfiak esetében ismerjük. Az egyik oka az lehet ennek, hogy a nők fizikálisan alacsonyabb rendűek, mint a férfiak, úgy értem, hogy gyengébbek, és ezért másfajta módszereket kellett alkalmazniuk, illetve kell alkalmazniuk az agresszió kifejezésére, a manipulációra hagyatkoznak a fizikális megfélemlítéssel szembe. De egy másik módszer ennek az, hogy egy férfi pszichopatával társulnak annak érdekében, hogy elérjék a céljaikat. Ebben az eset tanulmányban egy 27 éves hölgy meséli el azt, hogy hogyan kínoszta, illetve ölte meg a saját házi nyulát egy ceruzával, erről videót készített erről az egész folyamatról, illetve aztán elmondta azt is, hogy ő egyáltalán nem bánta meg ezt eddig a pillanatig. Mindezt ugye elmondta a pszichológusának. De ha visszatérünk idehez a cikkhez, amit Gánti-Bence írt, Olvashatjuk, hogy sok nő, ha nem is pszichopata, de úgy agresszív, hogy mások kapcsolatait és szociális státuszát rombolja annak háta mögött. Csak azért, mert nem kiabál vagy beregszik egy nő, attól még agresszív árt és rombol, ha egy másik nő vagy férfi kapcsolatait, társas megítélését rombolja a háta mögött csendben. Mint ahogy azt mindenki láthatja a Facebookon, nem is annyira csendben. Tökéletesen igaza van abban is, hogy a férfi agressziót az inkább szídjuk a társadalomban, a nőkét pedig egyszerűen csak elintézzük annyival, hogy szegény, ő csak érzelmesen. Az, hogy mennyire torz a társadalom mutatja, hogy elfogadhatatlanak tartjuk, hogyha egy férfi megüt egy nőt, de azt nem, ha egy nő tönkretesz egy férfit. Visszatérve Psychology Today cikkre, azt írja a szerző a végső konklúzióban, hogy egy női pszichopata ugyanolyan olyan veszélyes, hanem veszélyesebb tud lenni, mint egy férfi, ugyanis nem veszük észre, amikor a közelünkben van, függően a társadalmi konvencióktól vagy szokásoktól. Ezt a cikket egyébként Seth Meyers pszichológus írta. Szabó Eszter cikke a következő, ez divány.hu, íme a szokás, amitől a nők agresszívek tűnnek a többi nő szemében. 2022. május 28-án fogom felolvasni az egészet, csak azt a részt, ami érdekes számunkra, ami az elején ráadásul. A legutóbbi kutatások szerint a nők már tudományosan bizonyítottan is szeretik néha fúrni egymást, különösen olyan helyzetekben nem támogatják társaikat, amikor a férfiak többségben vannak körülöttük. Az egyik magyarázat szerint így próbálják megakadályozni, hogy kirekesztődjenek a munkahelyükön. Ez Alicia M. Santuzzi, az észak illinois Egyetem segédprofesszora professzora írta. Santuzzi szerint, amikor a nők alul reprezentáltak egy munkahelyen, kevesebb lehetőséget látnak az enyéni sikere, ez váltja ki belőlük az individualista viselkedést, illetve azt, hogy vetétásként tekintsenek a többi nőre. Zárásként annyi, hogy a rendkívül vonzó nőket más nők agresszívebbnek tartják, amikor azok ki vannak ha már erről az egymás fúrásáról van szó, itt van egy másik cikk, ez 2014. május 19, ezért fúrják egymást a nők a munkaén ez divány. Elsőre mindössze rossz indulatú feltételezésnek tűnhet, hogy a nők állandóan vetétásat látnak egymásban, és az életük minden területén jelen van a féltékenység és az intrika, csak hogy néhány kutatás is készült a témában, amik alá is támasztják az előbbieket. Az eredmények szerint ugyanis a női kollégák szolidaritás helyett legtöbbször inkább egymás ellen fordulnak. A szociálpszichológiában csoporton belüli kivételezés néven ismert jelenséget vesszük alapul, ami annyit tesz, hogy az emberek előnyben részesítik azokat, akik az ő szociális csoportjuba tartoznak, akkor joggal feltételezhetnénk azt, hogy a nők szövetséget alkotnak és kollégaként támogatást és segítséget nyújtanak egymásnak a munkahelyükön is. Ám ha így gondolnánk, nagyot tévednénk. Mutat rá a Psychology Today cikke, ugyanis a nők nem, hogy összefognak, hanem fúrják egymást a munkahelyen. Van itt két történet, az egyik a 34 éves Barbarának a története, azonban ezt nem fogjuk megnézni most, de ez a 26 éves, amit Petra, Megtapasztalt, azt mindenképpen fel kell, hogy olvassam. Azonban, mielőtt ezt megteszem, amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Petra, így szó. Az előző főnököm négy éven át kínzott leginkább a külső miatt egy nálam alig pár évvel idősebb nő. Ez a főnök, aki folyamatosan az öltözködésemet kritizálta. Nem tudtam olyan ruhát felvenni, ami nem volt túl szűk, túl kihívó, túl kivágott. Azt mondtam miattam az összes kolléganőm rosszul érzi magát. Egy idő után már paranoiás lettem és azt hittem, hogy tényleg utálnak is a többiek. Többször is jeleztem a cég HRS ének hogy nem hagy békén, de semmi nem történt. Nem akartam felmondani, mert a munkámat szerettem, de végül mégis leléptem. Személyes kudarcként könyveltem el, hogy ki tudott fúrni, de akkor egyszerűen nem tudtam semmit tenni ellene. Jaj, hát most mondhatám azt, hogy még sosem hallottam ilyet, de akkor attól tartok, hogy hazudnék. Gondolkodjon mindenki el ezen, és akkor meg fogja érteni, hogy a helyzet összetettebb, mint ahogy azt gondolnánk. A nők féltékenyek egymásra. Pont ezzel kár vitatkozni, főleg, hogy az ottavai egyetem szakemberei által végzett felmérés is ezt bizonyítja. Írja a Jezebel! Ez jezebel.com. A tudomány megerősíti hogy a nők féltékenyek, persze ő nem ezt a szót használja, de most ezt elkerülöm. 2011. november 11-ei ez a cikk. Ezzel már mindenki tisztában van, hogy a nők azok hátba támadók, és készek bármelyik társaikat levágni azonnal, különösen, hogyha az a nő az ráadásul még fizikálisan vonzó is. Most azonban már rendelkezésre áll tudományos bizonyíték is erre. Ebben egy kutatást mutatnak be az Ottava Egyetemről, ahol 80 heteroszexuális nőt párokba rendeztek, és egymás reakcióit kellett értékelni, amint ugye figyelték videókamerán, hogy hogyan reagál a partner arra, amikor nőket mutatnak különböző öltözetben. Végül a lényege az egésznek az, hogy a nők igyekeznek leépíteni riválisaikat, feltehetően azért, mert ez ugye szerintük az evolúciós Történelemben keresendő, de valószínűleg amit mondani szeretnének az az, hogy biológiai okai vannak ennek, ugyanis a párválasztás az nagyon fontos az ember életében, a nőknél is, és ezért igyekeznek lerombolni a másiknak a státuszát, hogy saját maguk kedvező pozícióba kerüljenek a párválasztáskor. Egy érdekes dolog a 2002-es kutatás során feltételezték azt, hogy az oka annak, hogy egymást a nők ennyire igyekeznek leépíteni, az, hogy a megfelelő pozíciót kell kiharcolniuk, amikor az erőforrásokért idézőjelben tárgyalnak, magyarán párt választanak, és hogyha van egy nő, aki túlságosan készségesen a szexualitását felajánlja egy férfinak, akkor az veszélybe sodorja többinek a helyzetét, ugyanis a férfi azt fogja választani, mert az az készségesebb, egyszerűbben megszerezhető, ezért van egyfajta kimondatlan szabályrendszer a nőknél, hogy azt, aki ilyen szabadosan viselkedik, azt elítélik és igyekszik, igyekeznek leépíteni, illetve kivetni a, a csoportból, ami logikus. Hogy ez mennyire igaz lehet, talán a mostani viselkedés változása nőkben mutatja ezt, ugyanis már megélnek magukban a munkaerőpiac változásának köszönhetően nincs szükség férfira, ezért pont az ellenkezője alakult ki, bátorítják egymást erre a viselkedésre, mert tisztában vannak azzal, persze ez már csak az én feltételezésem, mert tisztában vannak azzal, hogy az rontja a többinek az esélyét, ugyanis a férfi az nem fog hosszú távon számolni azzal, aki szexuálisan könnyelmű. De ez egy anomália, ami Jelenlegi gazdasági helyzetünk, amit nem lehet általánosítani a történelem többi részére. Úgyhogy megfordult most úgy tűnik, hogy ez az inga, és átlendültünk a másik oldalra, amikor bátorítják egymást a nők egyrészt, hogy ők maguk tudják csinálni ezt, másrészt pedig azért, mert tisztában vannak azzal, amit az előbb vázolt. Kísérletben egyébként a passzív agresszivitás értékelése során a csoporttagok főként azokat a nőket ítélték féltékenynek, akik a szexisen felöltözött idegenre reagáltak. Volt egy csoport nő, aki nézte egy másik csoport nő arcának a reakcióit, miközben azok néztek egy harmadik csoport nőt, akik elvonultak előttük különböző ruhákba öltözve, akár szexi, akár tradicionális, ami jobban fedi. És amikor a, a lengébb öltözetűt nézték azok a nők, a harmadik csoport, aki értékelte az arcukat, az úgy értékelte, hogy a passzív agresszió akkor jelenik meg az arcukon, mikor azt látják, aki lengében van felöltözve. Magyarán szóval fértékenyek arra, illetve kialakul egyfajta ellenszem. A nők fenyegetve érzik magukat olyan társaik miatt, akik szexuálisan nyitottabbak, így könnyebben elérhetőek a társadalom férfi tagjai számára. Ezt aztán sikerül valahogy itt a díványon kiforgatni ezt, hogy ez is a patriarkális társadalom és a férfiak hibája, ettől függetlenül még a dolog nem változik, hogy a nők egymás közötti versengése egy férfias kultúrában valami nem túl elegáns, nem túl helyén való dolognak tűnik, mint ahogy nem is az, hisz ez egy férfi karakter sajátosság, a versengés a pozícióért nem egy női egy nő természetes, hogy fel tudja venni ezt a karakter sajátosságot, de attól még nem lesz vonzó a férfi számára, akkor se, hogyha mindenki fejem fog állni. Ugyanis azok a karakter sajátosságok, amik általában mi azonosítunk a férfival, szükségesek a túléléshez, és egy nő kénytelen ezeket felvenni, hogyha meg akarja állni a helyét a munkahelyen. Viszont azzal, hogy felveszi ezeket a tulajdonságokat, azzal azonnal. Át is kerül a másik oldalra, és férfiasabbnak fog tűnni, azaz kevésbé vonzónak. Úgyhogy nem egyszerű egy nőnek labírozni. Vagy karriert épít, de ahhoz, hogy sikeres legyen, kénytelen egyfajta idézőjelbe férfias nővé válni. Ha nem akar sikeres lenni, akkor megmaradhat nőiesnek, de akkor nem fog tudni karriert építeni. És ezt nem lehet ezt a kettőséget legyőzni, ugyanis nem, nem a társadalom épül fel így, hanem így van az élet kitalálva, hogy az, ami a férfinak alapból tulajdonsága volt, legalábbis még, amíg nem lett a többség ilyen nőies, addig, addig ez csak egyszerűen így volt. Ez csak szükséges a túléléshez, hogy egy férfi olyan legyen, de ha a nő olyan, akkor elveszti a, azt a vonzó jelenlétet, aurát, ami egyébként övezni egy férfi szemmel. De ezután az áraja után visszatérve ide a nők egymás közti versengése egy férfies kultúrában nem túl elegáns, a környezet ezt nem támogatja, és a lányok a is azt tanulják, hogy ez nem szép dolog, ezért a női versengés szinte mindig a felszín alatt zajlik. Plegyka, rossz indulatú megjegyzése. Szurkálódások csapnak össze, és egy idő múlva követhetetlenül bonyolult hatalmi játszmák indulnak be. Egy ilyen közegben hamar az egymás iránti ellenszenv, negatív érzések válnak uralkodóvá, és a szolidaritás együttműködés esélytelenné válik, ami azt jelenti, hogy nem lehet a nők csoportját magára hagyni, és haj hogy együtt dolgozzanak, mert nem fog működni. Különösen akkor, hogyha vegyes környezetben történik ez, és férfiak is jelen vannak. Mint ahogy a gyakorlati szerintem ezt demonstrálja. Let'srun.com egyébként közölt egy cikket, ami egy legalábbis számomra jól ismert jelenség, amikor is ugye egy hölgy elindított egy csak nőkből álló céget, azonban ez az egész összeomlott, azért mert klikkek alakultak ki sírás és folyamatos belső harcok különböző dolgok miatt, mint például a kézitáskák. Ez egyébként a Daily Mail cikke eredetileg, hogy mikor is 2009. április 7-én jelent meg. Ez egyébként egy producer volt a hölgy, aki csak nőkből álló tévés céget szeretett volna alapítani, azonban az egész összeomlott, ezek miatt a problémák miatt, amit felsoroltam korábban, illetve amit ugye ezek a pszichológiai tanulmányok alátámasztanak, illetve találtak, hogy örökös volt a belső harc, a nők között és lehetetlen volt együtt dolgozni velük, úgyhogy meg kellett szüntetni az egész céget. Állandósult az egymásnak a mardosása, a tomboló hormonok, az elszabadult érzelmek, a figyelem keresése, illetve a divatban való rivalizálás. És a szét szaggatta az egész céget. Akit érdekel, az elolvassa természetesen. Férfiakklubja.hu írja, a verbális bántalmazó ugyanúgy lehet nő és férfi, de a gyengéd erőszak nagymesterei éppen a nők állítják a pszichológus szakértők, a piszkálódások, a sértő, degradáló megjegyzések áldozatai, főleg férfiak, akik hajlamosak magukba zárni a problémát, mert nem akarnak gyengének, férfiatlanak tűnni, pedig a lelki terror, folyamatos elfolytás, tagadás, életfogytalanak tűrés, nem csak a párkapcsolat mérgezi módszeresen, hanem pusztító hatással van az elszenvedő fél egészségére is, Állandó feldolgozhatatlan stressz jelen. Szavak, melyek szívet törnek, miért tűrjük el verbális agressziót, ez a cikk címe, és javaslom mindenkinek, hogy olvassa el, megtalálják ezt a weboldalon. Ez itt már link, springer.com, ahol egy tanulmányt találhatunk, ugye plegyka, illetve társadalmi kirekesztés címmel. Következőket érdemes ebből megjegyezni. A népi bölcsesség azt sugalja, hogy a nők gyakrabban vesznek részt plegykákban, illetve a plegyka terjesztésében, mint a férfiak, a bizonyítékok azonban nem egyértelműek. Az elmélet és a bizonyítékok azt sugalják, hogy a lányok és a nők nagyobb mértékben alkalmazzák, vagy alkalmazhatják a nem rokon, azonos nemű társaik társadalmi kirekesztését, mint a fiúk és férfiak. Ez 2013-ban Benenson kutatása tárta fel. Psychology Today újabb cikke az, amit megszerítik mondani, 2015. június 2. Valóban a nyelv az, az asszony kardja, ugye ez a kérdés, a régi kínai mondásra utalván a nyelv az a nő kardja, és ő nem hagyja azt rozsdásodni talán nem véletlen, hogy példa beszélek 21-es fejezet 9-es vers úgy szól, hogy jobb a tető lakni, mint háborgó asszonya a közös házban. Ez a háborgó, ez vita, vitatkozó, veszekedő, perlekedő, vagy más szóval szócsatázó nő. 25-ös fejezet 24 pedig úgy szól, hogy jobb lakni a tető mint a háborgó asszonya a közös házban. Ugye megismétli ugyanezt. Előtte azonban hozzáteszi a 23-as versben az északi szélesőt szül és haragos ábrázatot a suttogó nyelv, ami azt jelenti, hogy plegykálkodó nyelv, az haragot szül a közösségben. Ezután beszél az asszonyról, Zsoltárok 15-ös fejezetet megmutatom, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, igazat szól az ő szívében, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának és nem szerez gyalázatot rokonainak. Kérdés felmerül ugye ebben a cikkben, hogy eltekintve az öröklött bölcsességtől, ez a kijelölt rész az, amiről szó van pillanatnyilag, fontos feltenni a kérdés, hogy vannak-e olyan adatok, amelyek arra utalnak, hogy a nők hajlamosabbak a plegykára, mint a férfiak, vagy hogy a nők nagyobb valószínűséggel használják a plegykát agresszív vagy társadalmilag romboló módon, és a bizonyítékok arra utalnak, hogy mindkét kérdésre igen a válasz. A cikk szerzője elárulja, hogy egy kutatás során kiderült, hogy a nőkre különösen igaz, hogy az azonos neműek jobban érdeklik az embert, és a nők másképp osztják meg a plegykákat, mint a férfiak. A férfiak arról számoltak be, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel osztanak meg plegykát szerelmes partnereikkel, mint bárki mása. A nők azonban arról számoltak be, hogy ugyanolyan nemű barátaikkal, mint szerelmes partnereikkel. Szóval a inkább illetve legalább annyira, és bár a férfiakat általában jobban érdeklik a más férfiakról szóló hírek, a nőket gyakorlatilag a többi nőről szóló hírek megszállottá teszik. A nők gyakorlatilag megszállottak a többi nőről szóló hírek kapcsán. <laughs> ki hitte volna? Ez igazolható, ha megvizsgáljuk, hogy a férfiak és a nők milyen gyakorisággal választottak ki azonos nemű szemét, az egyik tanulmányunkban bemutatott plegyka forgatókönyvek legérdekesebb alanyaként. Amikor arról értesült, hogy valaki randagúzik egy híres személlyel, 44 nő közül 43 nőt választott a legérdekesebb személynek, akiről tudni lehet, vagy szeretne tudni, míg 36 férfiból mindössze 24 férfit választott. A legérdekesebbnek hasonlóképpen 42 nőből 40 érdeklődött leginkább azonos nemű akadémiai csalók iránt, míg férfi 30 évből 22 férfi iránt, és 43-ból 39 az azonos nemű leukémiás betegek érdekeltek leginkább, férfiből 30 ből csak 18-a. Charlotte De Becker és munkatársai plegykaszerű történeteket mutattak be főiskolai hallgatóknak, amelyek férfi vagy női karaktereket tartalmaztak. A történetek elolvasása után a résztvevők meglepetésszerű felidézési tesztet kaptak a megismert információkhoz a nők többet emlékeztek más nőkre, mint a férfiak más férfiakra, különös tekintettel fizikai vonzereik részleteire. Emlékezem mindenki, hogy ez Pszichológia Today, vagyis a Pszichológia Ma weboldal, ez nem valamiféle plegykalap, vagy összeesküvés elmélet. Tanulmányok azt mutatják, írják, hogy a nők sokkal nagyobb valószínűséggel vesznek részt közvetett Kapcsolati agresszióban, mint a férfiak, és a plegyka a riválisok társadalmi kiközösítése céljából a választott fegyver a nő fegyvertárában. Ez a relációs vagy kapcsolati agresszió általában fizikai megjelenéssel, vagy a férfiakkal kapcsolatos megtorlásként vagy irítségként nyilvánul meg, és a cél általában az, hogy kizárják a versenytársakat a társadalmi csoportból, és károsítsák saját megbízható közösségi hálózat fenntartására való képességüket. Mikor ez munkahelyen történik, akkor az indirekt vagy közvetett kapcsolati agresszió általában a választott fegyver a nőnek, és az áldozata majdnem mindig egy másik nő. Ráadásul a nők sokkal érzékenyebbek erre, mint a kutatások mutatják. Extrém depressziót éreznek, illetve stresszt ilyenkor, és sokkal inkább megviseli őket ez a fajta agresszió, mint a férfiakat. Ez is egy ilyen aranybánya jellegű cikk. Ezek az eredmények összefüggésbe hozhatók más kutatási eredményekkel, melyek azt mutatják, hogy az üldözési téveszmékben szenvedő nők többsége. Ismerős embereket például barátokat és rokonokat azonosított üldözőjeként azt hiszik, hogy róluk beszélnek az emberek. És amitől kifejezetten tartottak az az volt, hogy beszélnek róluk, vagy kirekeztik őket az üldözők. Míg a férfiak sokkal inkább tartottak más idegen férfiaktól, ráadásul ar, azzal kapcsolatban, hogy azok megtámadják őket fizikálisan. De most jönnek igazából is csak a kis ilyen aranyrögök. A nők általában több időt töltenek plegykálkodással, mint a férfiak, és nagyobb valószínűséggel plegykál a közeli barátokról és rokonokról, két ember között előforduló plegyka jó előrejelzője a barátság minőségének férfiaknál. Különösen, ha a plegyka eredményekkel kapcsolatos információkról szól, de két nő között a plegyka mennyisége nem jósolja meg ilyen egyértelmű módon barátságuk minőségét, ami azt jelenti, hogy a nők csak plegykának akárkivel, míg a férfiak, hogyha eredményekről beszélnek meg úgy általában, ha beszélnek bármiről is, akkor az azt jelenti, hogy ők jó viszonyban vannak, magyarul ők nem beszélnek bárkivel. Amikor baráti párok plegykálnak, ritkán fordul elő, hogy a hallgató negatívan reagál a plegykás információra, ami probléma, számukra legalábbis az írás egyértelműsíti, hogy a plegyka az egy olyan dolog, amit utálja hova, és ezt a fajta nyelvet szó szerint azt mondja, hogy kivágja, úgyhogy ebben nem szabad részt vennünk, de a világ ezt eltűri persze, és ezeket az információkat általában ugye egyetértés és támogató válaszokat váltanak ki, nem pedig elutasítás. A nők különösen bátorítóan reagálnak a barátaiktól hallott plegykákra. Bizonyítékok vannak arra is, hogy kifejezetten a nők között előforduló plegykák az agresszívek és versengőek. A negatív plegykák gyakorisága a legnagyobb a női barátok közötti plegykák során. Fiatalabb nők nagyobb valószínűsége plegykának riválisokról, mint az idősebbek, valószínűleg azért, mert ugye a fiatalok még részt vesznek a párválasztási idézőjelbe vett küzdelemben, még az idősebbek már nem, és általában a riválisok jellemzői akiket legva az, amit érint a plegyka, negatívan és legvalószínűbb a rossz indulatú plegyka által támadják meg ezeket. Célja pedig azok a dolgok, amelyek hagyományosan legfontosabbak egy nő hírnevéhez a párválasztási piacon a fizikai megjelenés, illetve a szexuális hírnév. Azt hiszem, hogy a férfiak azért sem plegykálkodnak annyira sokat, vagy legalábbis ilyen rossz indulatúan, mert azért a férfiaknál előfordulhat az, hogy valakinek eltörik az orra, hogyha túl sokat beszél a másik háta mögött. míg a nőknél ez, ez talán kevésbé várható. Feltételezem, hogy ezért választják ezt a, a fegyvert, a nők, mint hogy nem is csak én feltételezem, hanem hogy. Úgy, úgy látszik, hogy most már ezt a kutatások is alátámasztják. Ha már itt tartunk, megmutatom még ezt a táblázatot is. Ez hivatalos adat az Egyesült Államokból, és ezt meg nem mondom, hogy melyik év, de szerintem relatíve új. Ja nem, 2013-as év. És ami érdekes az egészben, az a 63. oldalon található. Ez a táblázat mutatja, hogy kik bántalmazzák a gyerekeket, kik az elkövetők. 91%-ban a szülő az 566 ezer eset fordult elő 2013-ban, 20%-ban az apa egyedül, és 40%-ban az anya egyedül. Még ehhez zárásként hozzáteszem, ez TrackingBoard.com cikke, ami arról szól, hogy a női gonosz felemelkedése, a gonosz mellékszereplő, ugye a főhős mellett ez Charles Taron, Jól gondolom a Winter's War, The Huntsman, nem tudom, hogy mi volt a magyar címe ennek. ez egy feldolgozással, majd nem egy ilyen csípke a forma dolog, és a végtelen női gonoszt felsorolnak, most legutóbb például a szomszédok második részéből, vagy a Baywatch, Kingsman, Thor, Suicide Squad, de akár a Star Wars-ban is ez előfordult, hogyha visszamegyünk az időben, akkor mindenki emlékszik valószínűleg Glenn Close-ra, vagy Shannon Stone-ra, vagy akár ugye ezen a képen láthatjuk ez alkalommal Angelina Jolie-t. Nem, mintha nem lennénk gonoszak magunktól, még az ellenség gyártja ezeket a filmeket, és meggyőz arról férfiakat és nőket, hogy mennyire nagyszerű, hogyha az ember gonosz, hogy milyen király. És érdekes módon Valahogy úgy is vannak ábrázolva a filmekben ezek a karakterek, hogy az ember szeretne ilyen lenni. Érzelmileg nyilván manipulálva vagyunk természetesen, mikor bámuljuk ezeket a jeleneteket, illetve karaktereket. Talán tanulságként annyit lehetne leszűrni ebből, hogy amikor az ember észreveszi magát, legyen az férfi vagy nő, hogy részt vesz a plegykálkodásban, akkor Azonnal érdemes abból kiszállni, amíg még megteheti, következmények nélkül. Ugyanis lehet, hogy a környezete nem ismeri föl ezt, de biztosítatok mindenkit arról, hogy az atya előtt semmi sem maradt titok, és ő mindent észlel. Ha nem ez a félelem, akkor, vagy ha nem a jó szándék, akkor ez a félelem állítson meg mindenkit. Köszönöm a figyelmet, és bízom abban, hogy hasznosan találtátok ezt a videót. Találkozunk hamarosan, addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!